Elérte a beoltottak száma itthon az 5,5 milliót, így újabb enyhítések léptek életbe. Emellett két napja nincs koronavírusos elhunyt. Szakértők azonban az esetleges negyedik őszi hullámra hívják fel a figyelmet. Több országban ugyanis már megjelent és terjed a delta variáns, ezzel folytatjuk szépen így van, itt van velünk az internet segítségével Rusvai Miklós víruskutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, jó reggelt kívánok professzor úr! Jó reggelt kívánok! Hát akkor kezdjük a jó hírrel, elértük tehát az öt és fél millió beoltottat, ahogy itt György is elmondta a felvezetőben, fellélegezhetünk egy picit? Persze, feltétlenül néhány hónapra igen, tehát én úgy gondolom, hogy őszig, amíg meg nem kezdődik majd a nyírkos, párás, nedves, hűvös idő, tehát a vissza nem tér a légzőszervi betegségeknek a periódusa, addig mindenképpen felélegezhetünk, élvezzük is ki a nyarat, hogy úgy mondjam, megszenvedtünk érte, tehát én úgy gondolom, hogy mindenki, aki nyaralni vágyik, utazni vágyik, és be van oltva, az most megteheti, ez utóbbi talán a legfontosabb az összes közül. Élvezzük, élvezzük a nyarat, de közben olvassuk a híreket is, és most a világot a vírus különböző variánsai tartják izgalomban. Milyen nyárra készüljünk, akár Magyarországon, akár ha elutazunk külföldre, mire érdemes figyelni, mire hívnál fel a figyelmet? Hát kövessük először is a, az adott ország híreit, ahova menni szándékozunk. Biztos, hogy most meggondolnám, hogyha Indiába terveztem volna utat, vagy valamelyik olyan országba, ahol most éppen a járvány nagyon rossz stádiumában van, tehát a járvány hullám zajlik, Közép-Amerika, Dél-Amerika egyes országai ide tartoznak. Tehát mindenképpen figyeljük, kövessük a helyi híreket, a különböző intézkedéseket, amik az adott országban érvényesek, és ennek megfelelően viselkedjünk, illetve ha itthon terveztünk utazást, az a legbiztonságosabb, legjobb, akkor most már ezt akadálytalanul megtehetjük. Orbán Viktor miniszterelnök úr tegnap rádióinterjújában úgy fogalmazott, hogy a világ gyakorlatilag készpénznek veszi, hogy lesz negyedik hullám, és ezt úgy szeptember-október környékére teszik. És abban is közmegegyezés van, fogalmazott a kormányfő, hogy nagy eséllyel elkerülheti az a fertőzés komoly szövődményeit, aki be van oltva. Professzor úr, mit gondol, mi a feltétele annak, hogy itthon is elkerüljük a negyedik hullám okozta? problémákat? A, kezdjük az, hogy a világban, ha a világszinten nézzük a járványeseteket, haláleseteket, akkor eddig két hullám zajlott csak, tehát világszinten egy harmadik hullám nagy valószínűséggel várható. Nálunk volt idáig már három hullám, de van olyan ország, ahol csak egy volt, például Ausztrália és még számos más országot mondhatnánk. Tehát ezek a, az adatok nagyon nagy eltéréseket mutatnak országról országra, és ha világszinten nézem, akkor eddig két járványhullám zajlott nálunk. Negyedik hullám, hogy Magyarországra térjünk, nálunk lenne egy úgynevezett negyedik hullám, de én úgy gondolom, hogy igazi negyedik hullám ősszel sem várható, legfeljebb egy hullámocska, vagy egy megnövekedett esetszám. Tehát ö, olyan, Járványhullám, mint ami tavaly őszön, vagy ne adj Isten, az idén tavaszon zajlott, már nálunk sem lesz. Ehhez szerencsére már be vannak oltva, de igen, nagyon fontos lenne az, hogy minél többen oltassák magukat, illetve őszig még nagy valószínűséggel sokaknál már esedékes lesz egy harmadik oltás is. Ennek a lehetőségét is minél előbb meg kell teremteni ezzel a döntéshozok már foglalkoznak. Én őszintén remélem, hogy az őszi légzőszervi periódus előtt ebben is döntés születik és olyan döntés, hogy a harmadik ortás felvehető. A most induló vagy már elindult nemzeti konzultációban felmerül egy kérdés a jövőt illetően, ez egy picit általánosabb és túlmutat a koronavírus járványon is. Arról van szó, hogy sokak szerint a járványok korában óriási veszélyt jelent az, hogyha mindenki szabaton beutazhat, mondjuk például Magyarországra. Ön szerint fenn kell tartani annak a lehetőségét, hogy az állam egy adott állam bizonyos korlátozó lehetőségeket hozzon újabb járványhullámok felbukkanása esetén, és a mondjuk azt, hogy járvány időszakban csak mondjuk egészségügyi vízummal lehessen látogatni Magyarországra? Tehát ennek van létjogosultsága, és ez fontos lehet egy járvány topzódásonak a megakadályozása érdekében? Ö, vegyük figyelembe, vagy vegyük tudomásul, hogy eddig sem lehetett azért teljesen szabadon ö, utazni, ö, számos országgal kapcsolatban úgynevezett vízumkényszer Ugyanilyen egészségügyi jogszabályok. Ezek egyébként a magyarokat is érintik, hiszen ha bizonyos országokat látogatni akarjuk, akkor ugyanúgy nekünk is vízunk kell, bizonyos oltásokat fel kell venni. És így tovább, tehát ezek az utazások eddig sem voltak teljesen korlátozásmentesek, nagy valószínűséggel a jövőben sem lesznek azok. És igen, egészségügyi okokból persze feltétlenül szükséges mindezeket az óvatossági rendszabályokat figyelembe venni ezeket az elmúlt egy évben megtapasztaltuk, a korábbi évtizedekben kicsi elfelejtettük, de most ez a járvány figyelmeztetett bennünket arra, hogy ezt teljesen nem szabad elfelejtenünk. Professzor úr, egy percünk maradt még a beszélgetésből, említette az oltásokat, és minap egy interjúban ön azt mondta, hogy a vírus mára már csak azok között terjed, tulajdonképpen, akik nincsenek beoltva. Tehát azt mondhatjuk, hogy ősszel, ha lesz egy újabb hullám, ahogy említette, reméljük, hogy nem lesz nagy hullám, járványhullám, akkor nagy valószínűséggel, akik nincsenek beoltva, azok el fogják kapni a betegséget? Igen, ez így van, és ők meg is betegszenek, míg az oltottak lehet, hogy ugyan megfertőződnek, de nem betegszenek meg. Ezt bizonyítja az Egyesült Királyság, Izrael, Szerbia, Szesel szigetek tehát számos más ország, ahol most terjed a fertőzés, egyre több fertőzött van, de beteg nincs több, mert magas az átoltottság. Tehát csak ez véd meg bennünket attól, hogy a betegség és a halálesetek is megemelkedjenek. Rusvai Miklós professzorúrral beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, további szép napot kívánunk Önnek! Köszönöm az érdeklődést!